Köszöntök mindenkit a Székelyföld nagyjai harmadik epizódjába, ami rendkívüli epizód lesz. Nagy Golonfalván vagyunk, és ha Nagy Golonfalva, akkor Kányádi Sándor. Épp a megettem lévő utcában van a emlékházaként működő ház, családi ház, és ez az epizód rendkívüli lesz, mégpedig azért, mert a testvérivel, Róza nénivel fogunk beszélgetni, és ő fog felidézni nekünk ezt-azt válaszolni kérdéseinkre Sándor bácsival kapcsolatban, úgyhogy izgalmasnak ígérkezik az epizód. Kányádi Sándor a korstárs költészet egyik legnagyobb alakjának számított, most pedig akkor gyertek velem, fedezzük fel együtt a házat, az emlékeit, és lássuk, hogy mit tudunk meg róla, mit tudok nektek mondani, ami új lehet. Úgyhogy irány akkor Róza néni, Kányádi Sándornak a testvére. Kányádi Sándor 1929. május 10-én született, itt, ezen a portán, ahol most vagyunk, Nagy Golonfalván, de nem ebben a házban, ugyanis ezt ő építette, az 55-ös évek környékén épült ez a ház, de itt született hátrébb ezen a portán. Csak hogy a királyi Romániába a születésének dátuma, az pont egy román ünnep volt ugye, mégpedig a román királyságnak a megalakulásának az ünnepe, és ezért az ő születési dátumát átrakták május 11-re, és Alexandrunak adták ki a keresztlevelit, nem Sándorként. Azt mondták akkoriban, hogy egy bozgór, azaz hazátlan, nem becstelenítheti meg ezt a jelképes dátumot, és akkor így ezért átrakta 11-re. Na de ez az őrmester, aki átrakta az ő szülinapját május 11-re, igen előrelátó volt, ha lehet ezt így mondani, mert ugye a legelső írásos említése a Nagy Golonfalvi iskolának 1566. május 11-e pont, és akkor így Kányádi Sándor születésnapja, a papír szerinti születésnapja május 11 esze olvad egybeesik az iskola, a helyi iskola születésnapjával, ami szintén ugye május 11, hát nyilván, hogy a Kányádi Sándor nevét viseli. Kányádi Sándor székely költőnk, aki Nagy Golonfalván született, ő 1965-ben a Nyárgestető című versibe olyan dolgokat írt, hogy amikor én azt otthon többszörös olvastam, örökké a hideg rázott, mert összeszorult a gombóc a torkamba, a szívem összerándult, a kezembe az erek a vét lassabban kezdték szállítani, és tényleg a hátamtól elkezdve a lábamig a szőr örökké felállott. És ha én azt a verset itt most el kéne így magamba olvassam, itt a helyszínen, amiről íródott, akikről íródott, hát biztos elbőgném magamot. Végül csellel, árulással, délre körülvették őket. Meg nem adta magát székely, mint a szálfák, ketté törtek. Elámult az ellenség is, ekkora bátorság látta, zászlót hajtva temette el a hőseket a hegy hátán. Úgy haltak meg a székelyek, mindegy szálig, olyan bátran, mint az a görög 300 Termopüle szorosában. Nem tud róluk a nagyvilág, hőstettükről nem beszélnek. Hírüket nem őrzi legenda, dicsőítő harci ének. Csak a sírjukon nőtt fenyők, fönn a tetőn, a nyerekben. S azért zöld el az erdő, egész csíkban, a legszebben. Kányádi Sándor, Nyárgestető. Az édesanyját 1940 karácsonyában veszti el, az édesapja pedig a II. Világháborúban székely határőrként a fronton szolgált. Mivel akkoriban itt Golonfalván csak egy
háromosztályos magyar református iskola azes korlátozott létszámmal működött, így az itteni szülők féltek akkoriban attól, hogy a gyermekek nem fognak tudni jól megtanulni írni, olvasni magyarul, így már sokak az iskola kezdés előtt megtanították a gyermekiket, és így volt ez Kányádi Sándor esetében is, aki már iskola kezdés előtt a szülőktől megtanult írni, olvasni. Aztán végül itt a háromosztályos református iskolába bekerült, és utána pedig átkerült a román állami iskolába, ami szintén itt működött, az már 7 osztályos volt. 1950 őszitől Kolozsváron él, és szintén ott 1954-ben megszerezte a magyar irodalom szakos tanári diplomát az ottani Bolyai Egyetemen. Költői tehetségét Páskándi Géza fedezte fel, és ez az úriember közölte legelőször a versét 1950-ben a bukaresti Ifjú Munkás című lapban. Kányádi Sándor 1960-tól nyugdíjazásáig 1990-ig a Kolozsvári Napsugár című gyermeklap szerkesztője volt. De tevékenyen részt vállalt a közéletben az irodalom népszerűsítésébe, ugyanis iskolák, könyvtárak, művelődési házak állandó vendége volt. De Nyugat-Európába, Észak- és Dél-Amerikába, Rodostón ugyancsak számos hívet szerezett a romániai magyar irodalom. Szerintem egy nagyon jó dolog és nagy érdekesség, hogy román, orosz, francia, finn, német, holland, portugál, angol, de még svéd nyelven is olvashatunk Kányádi verseket. Két darab vers van ide feltüntetve. Ugye az egyik a Mi utcánk címet, a másik pedig az Öreg kut az utca szádán címet kapta. És hát nem hiába, hát ugye itt van az utca, itt pedig a kút. Öreg kut az utca szádán, öregasszony ül a káván. Hát most nem az öregasszony ül a káván, hanem én vagyok itt, és állok itt a kut előtt, ami iklette ezt a verset. Nagyon nagyszerű dolognak tartom azt, hogy ilyen dologes van itt Nagygalambfalván, és ennyire hűen őrzik az emlékét Kányádi Sándornak, hogy felállították ezt a két verset, illetve ugye a kutat is valamennyire rendbe szedték, rendbe tartsák, pad van, le lehet ülni, meg lehet pihenni, úgyhogy nagyszerű. És tényleg, hogyha valaha átmentek Nagygalambfalván, akkor semmiképpen se hagyjátok ki Kányádi Sándornak a utcát, a kutat, a házat, ezt érdemes megnézni. Kányádi Sándor, öreg kút az utca szádán, öreg kút az utca szádán, öreg asszony ül a káván, mint a botja olyan görbe, beleréved a vödörbe, nézi magát, motyog-motyog, mosolyt próbál, be nagy dolog, de a mosoly nem sikerül, abba hagyja kedvetlenül. Jaj, mert ez a félvödör víz, égeti, mint eleven tűz, ég a karja, ég a háta, azért ült le a kávára. Én Istenem, hányadik is, nincs a kútban most annyi víz, amennyit ő eddig elé húzott reggel és este felé. Ha az a víz egybe folyna, fél falunak elég volna, nagy tó lenne. Talán tenger, elsírt, lenyelt könnyeivel. Talán ezen, talán máson. Tűnődik az elmúláson. Sokáig élt, nincs más bűne. Ott felejti magát ülve. A feleségének az volt a vezetékneve, hogy Ticsi? Hogy állítik ki a nevét? Ticsi már? Tihi Magdolna. Tihi. Jó. Még annyit akarok elmondani, hogy 1958-ban kötött házasságot Tihi Magdolnával, két gyerekük született, Zoltán Sándor, illetve László András. Na hát engem az a megtiszteltetés ért, hogy itt ülhetek egy sezdlonyon Kányádi Sándor húgával, Csomor Albertné Kányádi Rozáliával. Egy-két kérdést felraknék neki, de inkább őt hallgatnám, amiről szívesen beszél. Nekünk minden aranyat ér. Kezdjük akkor egy kicsit ott a legelején, hogy hogy emlékszik vissza, milyen volt Sándor bácsival magának a gyermekkora, a
kapcsolatik milyen volt? Hát a kapcsolatunk jó volt, de kezdjem ott, hogy édesanyák meghalt 1940 karácson szombatján. Én márciusban lettem volna 4 éves, engem elvitt az egyik nagynéném, míg édesapám megnősült Sándort a másik, de Sándor belé betegedett, úgyhogy édesapám el kellett vigye az orvoshoz, nagyon hiányzott, már nagyobb volt, a 11 éves, vagy mennyi volt, igen. Úgyhogy na, nagyon fájlalta. Habár én is igen, de hát nekem még annyi volt az eszem. Azt mondják, mikor vigasztottak, én énekeltem. Kicsi voltam. Úgyhogy édesapám el kellett vigye az orvoshoz, keresztúra, akkor nem volt kocsi. Befogtuk a 2 lovat, és mentem én is a szekére, és megvizsgáltam, nem tudom, hogy hívták azt az orvos, azt mondja, Miklós bácsi Sándornak pihenni kell, fizikai munkát nem szabad csinálni. Még a lovakot se viató csordában, nem. De esze van, és az édesapám, a tiszteletes úr azt mondja, hogy van. Na, úgyhogy hazafelé jövet, azt kérdezte édesapám, Sándor belé volt hátul a szekérbe, sarjú volt spokrózra fektetve, hogy a kollégiumba adlak, megállod-e a helyet, fogsz-e tanulni, és azt mondja Sándor nagy halkan, igen. Na, ő be is adózott, de édesapám mindegyre kellett menjen gyakorlatra, keresztúra. Úgyhogy kijavult valamennyire, de azután csak a terű réján maradt, mert 44-be elvitték a frontra édesapámot, és itt Tölgyesbe sebesült meg, és mégis elvitték Németországba, került a kórházba. És úgy, hogy itt a dolognak a nagyja réjánk maradt Sándorra, Sándor kimaradt a katolikus gimnáziumba, mert magántanuló, hogy itthon tanult, csak akkor ment, mert a református kollégiumba, Udvarhelyt ismeri, a református templommal szemben van ez a kollégium. Úgyhogy oda magántanulót nem vettek. Úgyhogy oda kellett, és úgyhogy tanulgatott, ahogy tudott. És együtt jártunk szántani. Az egyik lovunk fehér volt, arról van a sörönyi és koponya, hogy a farkasok nagy vitéz volt a ló, és mégis a csitkója miatt ő fizetett ré, mert a farkasok a sárba látszott a nyomok, hogy mennyi farkas megtámadta őket. Sok olyan meséje van, amit a valóság ikletet, vagy valójában átélte ő azt. Hát ezt is átéltem, a sörönyi és koponya, én nem is tudom olvasni, én kezdök sírni. Igen. Sajnálom alól. Akartam kérdezni, hogy melyik a kedvenc verse, vagy meséje Sándor bácsitól, de utána jártam, és tudom, hogy azt válaszolná, hogy az éppen, amelyiket olvassa. Amelyiket olvasom, azt szeretem, azt tetszik. De láttam, hogy erősen tetszik tudni a verseket, a meséket, a címeket, hogy a könyvnek hányadik oldalán van az adott mese, amiről beszélünk, úgyhogy csomót kívülről tetszik tudni. Hát tudom, de felejtem, nem. Ő a verseket kezdett, gondolom, írni kezdetben. Akkor már úgy odaadta, hogy ne húgom, nézd meg, írtam hát valamit. Igen, de én is kezdtem írni. Ja. És akkor ő megnézte, és azt mondja, csak így tovább, és a férjem azt mondja egyszer, hogy Sándorral versenyezni akarsz. Ez valahogy úgy megdöfött, hogy abba előtt vétettem, és elégettem. Azt nem kell lehonni. Hát Sándor mikor jössz, azt mondja, hallám, add ide, hogy nézzel, mert mondom, annak még a hamúja sincs meg. Akkor többet nem tetszett írni után. Ne. Ma is reggel, ugye, amikor jöttem, itt volt egy csoport diák Szegedről. Még honnan szoktak érkezni mások? Hát jöttek tatabányos, magyarban jönnek, Bécsből is sokan, Kanadából. Általában minden csoporthoz ki tetszik jönni, és fogadja ha őket? Ha szólnak, igen, jövök. És miket szoktak általában kérdezni, miket tetszik egy ilyen hát, ilyenkor? Hogy volt a gyermekkorunk, hogy mit csináltunk, na. Hány évet tetszik fogadni itt a vendégeket? Igen. A temetés után. Akkor indult el a... Hát azelőtt már úgy rendezgettem, mert Sándor megkért, hogy vigyázzak a könyvekre. Forradalomkor vitték el Andris katonának, és akkor ott volt Temesvárra vitték, Cseresnyés Gyula, az egy színész, Sándornak jó barátja, és akkor meg volt beszélve, hogy oda kimehet fürödni, és amikor valami baja van, oda cseresznyésítni. Igen, de nem engedték el Andrást,
egyedül, hanem kellett menjen egy onnat valaki, hogy mit beszélgetnek. 16 kiló bélsúgó anyagot adott vissza Bukarest Sándornak. Ez mikor 80 éves volt Sándor, Budapestre mentem születésnapozni, főpakoltam, amit szeret, mindent vittem a családnak, és akkor Sándor azt mondja, vidd be Róza, mert Bukarest olvasgassad. Mondom, románul van, ugye? Mondom, én már románul, amit tudtam, elfelejtettem, én azt nem olvasom. Állandóan, mikor Sándor jött haza, már a szekus, tudták, a szekus az utcánkból járkál. Akkor a Hargit a fürdőn, az jó volt, mert a reumával teli vagyunk. Mindig, mikor Sándor ment a Hargitára, ugyanazt a szobát kapta. Udvarhelyt is, ha dolga volt, a szállodában ment a kükölő parti szállodában, vagy kükölő partjában, vagy hova, már se tudom, olyan rég nem voltam udvar. Úgyhogy ott is a portás megmondta, hogy a másikban a vendégje van. És itt a Hargitán is örökké ott volt. És mi volt fel ennek a fő oka, vagy miért figyelték őt, meg s hallgatták le? Hát figyelték. A Hargitára is mikor kiment, aztán azért, mikor a világ alakult, helyet vett ott, oda épített. Akkor is a bányászok állandóan Sándor körül voltak. De mi? Hát, hogy szerették, ahogy beszélt, hogy olvasott nekik. Na, mindenkivel szólt, ez a magyar beszéd. És akkor az egyik bányász azt mondja, Sándor, a barátját legyen szíves, küldje egy kicsit tovább, hogy tudjunk beszélgetni. Ott állt a rendőr, a másik szobában ott, és megmérgezték Sándort. Úgyhogy kicsin volt, mert rosszul lett, mert azt hitték, hogy meghalott. Az orvost akkor úgy elhelyezték onnan, hogy többet a Hargitán senki nem látta, és egy Juliska nevezetű főzött neki teját, és avval mosatták ki, és úgy jött helyre Sándor, és én azt mondtam, Sándor, te többet a Hargitára ne menj. De mégis ment. Lehet tudni, hogy mi volt az oka, amit hát megmért? Aztán mindegyik megfigyelés alatt volt. Lehallgató volt a telefonban. Na de Sándortól bocsánatot kértek, mert Sándor nem volt bélsúgó. Nagyon jó testvér volt. Ennél jobbat el se lehet, mi nagyon ragaszkodtunk egymáshoz. Nem tudom az árvaság-e miért, de nagyon-nagyon. Mindig, mikor hazajött, miután a férjem meghalt, ott aludt velem egy szobába, azelőtt ott aludt külön, de most ott egy szobába, de csak reggelig beszélgettünk. Úgyhogy nem aludtunk. A Hargitán épített oda, amit tudtunk, segítettünk állandóan, disznóvágás, minden, amit lehetett, de ő is igen nekünk. Na, úgyhogy a gyermekek is itt voltak, mikor kicsik voltak, mind a két fia. Úgyhogy mikor kellett, én csaptam mindent, s mentünk, s ugyan onnat is. Mikor a férjem a szemével nagyon sokat beteg volt, és menjek beteg látogatni, és azt mondja, Róza, baj van, Sándorhoz kell folyamodni, mert a férjemnek a gripából a szeme fájni kezdett. Ide valami különös gyógyszer, ez csak Sándor habé tudja szerezni. Na, föl is hívta Sándor, Sándor öppek csíkba volt, Sándor ott megszerezte, és hozta. És úgyhogy a férjemnek a szeme pillanatnyilag helyre jött. Na, úgyhogy mikor hó kellett, segítettünk egymáson. Na, ezt a koszorukot mind az idén hoztam. És ide nem merünk kapálni se egyik sírba se, mert virágmagok vannak téves, akkor hogy kell neki. Neki volt a kívánsága, hogy ide legyen eltemetve? Neki, ő akarta? Neki, hát ez úgy volt, muszáj erre leüljek, hogy mi mindent meg szoktunk beszélgetni. És azt kérdezte egy alkalommal, Róza, te hova akarsz temetkezni? Na mondom, édesanyám, ott a régi temetőbe. De mi oda mondom, én nem emlékszem rá egyáltalán, és legalább halva legyek ott. És azt mondja, Sándor, de ha én valamit veled meg akarok beszélni, ott van egy patak, bújjak által a patak alatt. Na. Úgyhogy ez mindenki egyet kacak, hogy vicces volt. Na. Nem azt mondja, Róza, én a kertbe akarok, és elhozzuk. És úgyhogy a sírkövet is Sándor csináltatta oda,
és úgyhogy elhozódott. Úgyhogy ott van, s ott van a férjem, és ott van édesapánk, s a mostohánk, s ott pedig a húgomnak első házasságból a fia. Kányádi Sándor 2018. június 20-án hunyt el, és ez az a dátum, ugye a mai dátum, amikor felkerül ez a videó, és ti ezt láthassátok, evel tisztelgek előtte.